Amiről most szólni szeretnék, az valószínűleg mindannyiunk számára szinte magától értetődő. Mégis azt gondoltam, hogy talán ilyen triviális vagy nagyon magától értetődő dolgokról is néha érdemes elgondolkodni. Amikor kirándulást tervezünk, és mondjuk a kilátóhoz szeretnénk elmenni, akkor öröm odaérkezni. Jól szétnézni, megnézni a gyönyörű panorámát, elfogyasztani az elhozott szendvicset, gyümölcsöket, jó utána egy kicsit megpihenni, játszani, és mégis, amikor visszagondolunk a kirándulásunkra, akkor talán nem ez az, ami legfőképpen az agyunkban, szívünkben, lelkünkben meggyökerezik, hanem maga az út. Az, hogy együtt voltunk, beszélgethettünk, szabadon kószálhattunk, megállhattunk egy szép fa mellett, a hangyák vonulását hosszan figyelhettük. Ezek az úton szerzett élmények talán fontosabbak számunkra, talán több gazdagodást éltünk át általa. De nem csak a kirándulásnál gondolom, hogy a cél elérésénél fontosabb maga az út, hanem a tanulásnál is. Úgy gondolom, hogy egy ismeret megszerzésénél, az ismerethez való eljutásnál fontosabb, gazdagítóbb maga az az út, amelyen végighaladtunk az ismeret megszerzéséig. Nem véletlen az, hogy a tanterveink nem csak az ismereteket jó esetben, jobb esetben az ismeretrendszereket tartalmazzák, hanem segítenek gondolkodnunk a gyerekek képességei, készségei, kompetenciái fejlesztéséről is. Varga Tamás kezdeményezése óta az alsó tagozatos, de talán a többi matematika tantervnek is fontos tartalmi eleme lett a módszer, az, ahogyan tanítani érdemes, ahogyan tanítani kell. Azt mondom tehát, hogy az út fontosabb talán, mint az a bizonyos ismeret, amit megszerezhetünk. És ezt legfőképpen az alapozásnál érzem igaznak. A 0-tól 12 éves korig, vagy talán még tovább. De azt gondolom, hogy talán még az idősebb korban is érdemes legalább azért jól meggondolni az utat, a módokat, a módszereket, ahogyan a tanulás végben megy a gyerekek fejében. Már csak azért is, hogyha kudarcos gyerekkel találkozunk, nyomára bukkanhassunk annak, hogy hogyan is szerezte az ismereteit, amelyek tévesek, vagy netalán csak formálisak, hogy miért van az, hogy nem tudja a tudása rendszerébe beleépíteni az új megszerzett ismeretet, és mitől vesztette el egyáltalán az érdeklődését a matematika iránt, vagy általában a tanulás iránt. A tanulás tapasztalatszerzésből indul, és általánosabb ismeretekig, netán absztrakt ismeretekig tud eljutni. A tanulás útjának, módjának a fontosságát két szempontból szeretném bemutatni, és főképpen az elsővel szeretnék többet foglalkozni. Azzal, hogy az egyik szempont, amiért lényegesebbnek tartom a hogyant, a mitnél, az maga a megszerzett ismeret hitelessége, hogy az valóban igaz legyen, hogy kapcsolódhasson más ismeretekhez, és a megértés biztonságos alapot jelentsen a továbbépítéshez. Egy negyedik osztályban történt a következő eset. A
tanítói jelölt, a hallgató, aki tartotta az órát, ilyen különbség alakú számokat vetített ki a gyerekeknek, vagy írt föl a táblára, és az volt a kérése, hogy hasonlítsátok össze a számokat, melyik nagyobb, melyik kisebb. Az első kislány, aki jelentkezett, azt a következő mondatot mondta el, szavalta el, hogy a jobb, az alsó, a pirossal jelölt számokat mondom, azt mondja a kislány, hogy a jobb oldali száma nagyobb, mert ha a kisebbítendők egyenlők, a kivonandó nagyobb, akkor a különbség is nagyobb. A tanító leültette a kislányt, és a következő jelentkezőt felszólította, aki aztán elszavalta most már helyesen az állítást. Ebből a szituációból én azt arra következtettem, hogy a megismerés menetében valami nem egészen stimmelt. Nagy valószínűséggel az történhetett, hogy néhány számfeladattal esetleg indítva, minden esetre a tanító által szakszavakkal megfogalmazott mondatokat kellett a gyerekeknek megtanulniuk. Természetesen már a megértés meg a valóságtartalom vizsgálata nélkül. Egyáltalán milyen mondat lett volna itt helyes, vagy inkább így mondom, hogy a gyerekek számára is érthető. Meg se kellett volna fogalmaznia a tanítónak, vagy a tanítójelöltnek, ha tapasztalhatják a gyerekek azt a tényt, hogyha ugyanannyiból többet veszek el, akkor kevesebb marad. És ilyen szavakkal mennyivel érthetőbb. De ehhez az ismerethez, amit mondom, meg se kellene talán fogalmazni, tapasztalatok kellenek. Olyan tapasztalatok, hogy egyforma mennyiségű pohár vízből az egyik gyerek többet iszik, a másik kevesebbet. Egyenlő hosszúságú szalagdarabokból az egyik többet vág le, a másik kevesebbet, kisebbet, és összemérik a megmaradt papírcsikokat. Ha ugyanannyi dióból az egyik gyerek többet fogyaszt el, vagy többet rejt el, akkor önnála kevesebb marad. Ha a napi zseppénzből egyik nap többet költ el a gyerek, a másik nap kevesebbet, maga tapasztalja, maga éli át ezeket a viszonyokat, ezeket az összefüggéseket. Azt gondolom, hogy a jó hangulatú tevékenységek során többszörösen átélt tapasztalat kikristályosodik és általánosított ismeretként működik. Az is igaz, hogy a kimondott állítás, főképpen akkor, hogyha maga a gyerek fogalmazhatja meg a tapasztalatai alapján, az segít az általánosításban, és segít a tudatosításban. Anikó 3-3 hurkapálcából készített csomagokat tett a gyerekek elé, és az volt a feladatuk a gyerekeknek, hogy készítsenek ezekkel háromszögeket. Akinek nem sikerült, ugye van olyan összeállítás, ahol nem sikerülhetett, ezt nyilván mindenki látja, hogy melyek azok az esetek, akinek nem sikerült összeállítani háromszöget belőle, az megpróbálta megfogalmazni, elmondani, hogy miért nem sikerült. Valószínűleg bőven ráér felső tagozatban kimondani azokat az állításokat, hogy egy háromszögnek nem lehet ugyanakkora vagy nagyobb az egy oldal hossza, mint a másik kettő együttvéve. De hogyha ezek a tapasztalatok a gyerekek számára a saját tevékenységek alapján megszülethetnek ezek a felismerések, akkor nyilván nem lesz szükség arra, hogy ezeket a tanárnak a szavaival rögzítsék a fejükben a gyerekek, hanem
önmaguk kitermelik maguk számára az igazságot. Egy másik esetben téglalapokat kellett kirakniuk a gyerekeknek, mégpedig úgy, hogy egybevágó négyzetlapokat kellett összeilleszteni. De az volt a feladat, hogy 5, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 20, 31 darab ilyen négyzetlapocska volt egy kupacban, és mindenki válogathatott. A gyerekek, miután a tanító elmondta a feladványt, harcoltak, hogy minél nagyobb kupachoz jussanak. Pedig a feladat az volt, hogy abból a kupacból minél többféle téglalapot tudjanak kirakni. Az egyik kisfiú, Balázs, aki azóta egy nagy vállalat főmérnöke szólalt meg, hogy csak a prímszámoktól mentsen meg az Isten. Az út megtervezése a tanterv készítéssel kezdődik. Én azt gondolom, hogy mi magyarok ebben elég jó úton járunk. A többi azonban már nem tantervhez értő szakemberek kellenek, hanem mi magunk, a tanítók. Az első tennivalónk, hogy olyan taneszközöket, tankönyveket, munkafüzeteket, manuális tevékenységhez szükséges taneszközöket vagy digitális eszközöket adjunk a gyerekek kezébe, amelyek segítségével eljuthatnak ezekhez a tapasztalatokhoz a gyerekek. Az osztályban folyó munka aztán már egészen egyértelműen csak a tanítónak, tanárnak a felelőssége, hogy ott mi folyik és hogyan folyik. Ehhez már senkinek nincsen beleszólása, ez már a mi felelősségünk. Sok éve beszélünk arról, és elég sokat beszélünk arról, illetve nem tudom, hogy elég sokat, de minden esetre sokat beszéltünk már arról, hogy milyen óriási szerepe van annak, hogy a gyerek a saját tevékenysége révén szerezze meg a tapasztalatokat, az ismereteket, hogy az valóban a valóságról szólhasson az az ismeret, és nem valami elméleti vagy szakszavakkal elmondható mondatok maradjanak meg a fejükben. Hogy a valósággal ismerkedjenek, a valóságról szóló ismeretek, kijelentések helyett. Arról is beszélünk sokat, hogy milyen fontos az, hogy együtt dolgozzanak a gyerekek, együtt tevékenykedjenek, hogy azt megbeszélhessék, amit tapasztaltak, megvitathassák, hogy mi az igazság. Nem az, hogy kinek van igaza, hanem hogy mi is az igazság. Azt is fontosnak tartjuk, és arról is sok szó esett, hogy a tanulási folyamat jól motivált legyen, hiszen hát ezt az agykutatók tudják talán nálunk sokkal jobban, hogy milyen óriási szerepe van a motivációnak. Mégpedig nem a külső motivációnak, nem annak, hogy mi megdicsérjük, vagy ötöst adunk, vagy az is hozzátartozik, hogy együtt örüljünk a gyerek sikerének, hogy az elismeréssel mi is erősítsük azt az örömöt, amit az ő felfedezése, felismerése jelent az ő számára. De elsődlegesen arra a motivációra kell gondolnunk, ami belülről fakad, a kíváncsiság, az érdeklődés, a felfedezés, felismerés öröme, amit mondom, magunk is erősíthetünk a gyerekek számára. Most tehát nem azokról a gondolatokról szeretnék tovább szólni, amit mint módszer vagy módszertani alapelvek szoktunk emlegetni, hanem egy más szempontból szeretnék közelíteni az út fontossága felé. A fogalmaknak a nagyon átgondolt és minél teljesebb értelmezéséről szeretnék beszélni,
és arról, hogy az összefüggéseket is a valóságban kell felfedeztetni a gyerekekkel. A tanítás-tanulás útjának, módjának a megválasztásában nagyon fontos, hogy elegendő hangsúlyt kapjon a fogalmak értelmezése. Nem definiálásról beszélek, amit mondjuk már az egyetemen megengedhetünk magunknak, hogy bizonyos fogalmakat definiálunk, hanem arról, amit én a valóság alapozásán, vagy a valósággal való alapozáson értek, tehát az értelmezésről. Amilyen tartalommal én egy fogalmat megközelítek, vagy értelmezek a gyerek számára, természetesen nem a szavaimmal, hanem azokkal a tevékenységekkel, amiket szervezünk, a gyerek csak abban az értelemben fogja tudni azt alkalmazni. Ezért van nagyon nagy fontossága, hogy mi magunk pontosan lássuk, hogy milyen értelmezési tartalma van egy-egy számfogalomnak, műveletfogalomnak, függvényfogalomnak, geometriai fogalmaknak. Például, hogyha a természetes számokat csak darabszámként értelmeznénk, akkor nem értené a gyerek, hogy mi a kettő abban az egyik pohárvízben, meg mi a három a másik pohárvízben, és nem tudná darabszámként elképzelni a 2 meg 3 deciliter vizet. Jól emlékszem arra, amikor még 4 éves volt az egyik unokám, és először adtam a kezébe egy 100 forintost, akkor még az pénz volt, hogy vehet magának itt a boltban egy csokit. Ragyogó kis pofival jött ki a boltból, és azt mondta, hogy milyen aranyos ez a boltos bácsi, képzeld el, az egy pénzért a csoki mellé még 3 pénzt is adott. A darabszámot már felfogta, értette, de annak az érték értelmezéséről természetesen még nem volt semmiféle képe. Amíg a kivonást csak elvételként értelmezzük, akkor semmi alapja nincsen annak, nem lehet annak, hogyha két torony összehasonlítását szeretnénk valamilyen módon a kivonással értelmezni. Tehát például, amikor azt látja a gyerek, vagy azt kérem tőle, hogy építsen 7 elemből egy tornyot, meg építsen 4 elemből egy tornyot, és állapítsa meg, hogy mennyivel több elem van az egyikben, mint a másikban, vagy mennyivel kevesebb az egyik, mint a másik. Ezzel a bizonyos ilyen jellel, amit relációs jelnek szoktak mondani, én nem szeretem, mert annyiféle reláció van, hogy nagyon sok, tehát nem ez a relációs jel, de hát minden esetre az összehasonlításra alkalmazható jel közé oda tudja tenni azt, hogy 3 elemmel van az egyikben kevesebb, mint a másikban, de ezt kivonásként értelmezni, hogy csak elvételként értelmeztük a kivonást, nem lesz képes, nem fogja tudni jól elvégezni. Természetesen, hogyha értelmezzük, eszerint is, tehát a két mennyiség vagy két halmaz összehasonlítása során megállapított különbséget is ki tudjuk fejezni kivonásként, akkor majd ez is megoldható lesz. Itt már, ahogyan a gyerek dolgozik, ahogy leírja, az már ezt a szintet közelítette meg. Az osztás sem egy egységes fogalom. Tudom, hogy a felső tagozaton, középiskolában, meg pláne az egyetemen az osztás az osztás. De hát olyan különböző értelmezése van. Például, hogyha én egy 24 cm-es szalagból, valami nagyon értékesből, mindenkinek, minden gyereknek
ameddig csak tudok, 3 centiméteres darabokat akarok levágni, akkor fogom látni, hogy 8 gyereknek jut belőle. De egészen más fajta osztás az, amikor azt mondom, hogy itt van ez a 24 cm-es szalag, oszd fel 3 egyenlő részre. Akkor ennek az eredménye nem valamilyen darabszám, hanem az eredménye az lesz, hogy fogom tudni, hogy hány centiméter jut egy részbe. Én azt gondolom, hogy a fogalmak értelmezésének a fontossága az alsó szinten megkerülhetetlen. Tehát annál nincsen fontosabb, mint hogy valóban minden fajta értelmezésben hozzájusson a gyerek azokhoz a fogalmakhoz, amiket mi használtatni szeretnénk majd velük. A fogalmak értelmezésén kívül az összefüggések tapasztalati alapozását is nagyon fontosnak tartom. Amikor például a műveleti tulajdonságokat vagy műveletek egymáshoz való viszonyát szeretnénk a gyerekekkel felismertetni, felfedeztetni, megismertetni, akkor ismét azt mondom, hogy nem mindegy, hogy milyen értelmű műveletekről van szó. Tehát akkor, amikor az összeadás tagjainak a felcserélhetőségét szeretném felismertetni a gyerekekkel, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen értelmezésében, vagy milyen értelmében tárjuk a gyerekek elé az összeadás fogalmát. Ha például egy olyan feladatot kell meggondolnia a gyereknek, hogy Ági 4 éves, a nagymamája 47 évvel idősebb, akkor a kisgyerek természetesen csak 4 meg 47-ként tudja felírni ezt az összeadást. 4 meg 47 éves a nagymama. És itt a 47 meg 4 az nem érvényes. Ebben a problémában nem 47 meg 4-ről, hanem 4 meg 47-ről van szó. Akkor, amikor ezt a feladatot a kisgyerekek elé tesszük, hogy van 5 piros autód, meg 2 ezüst színű autód, hány autód van együtt, ezt valóban ebben a szituációban leolvashatja akár 5 meg 2-ként, akár 2 meg 5-ként, mind a 2 értelmezés jelen van ebben az értelmezésben. Itt 2 halmaz egyesítéséről van szó. Ha nagyosan akarok fogalmazni, azt mondanám, hogy ez az összeadás, ez egy 2-változós függvény. A hozzáadás az 1-változós függvény, ott nincs értelme a kisgyerek számára a felcserélhetőségnek. Természetesen egy ilyen szituációnak, akár képnek a leolvasása egy kisgyerek számára még elég nehéz. Nehezen tudnak ilyeneket megfogalmazni. Sokkal könnyebb egy eljátszott, időben lejátszódó, időben folyamatban lévő tevékenységet elmondani, hogy mi hogyan van. Golyócskákkal mutatom meg. Mondom a kisgyerekeknek, hogy a bel kezedbe vegyél 2 gyöngyszemet, ugye most mindenki azt mondja, hogy miért a jobb kezemet mutatom, hát természetesen a kisgyerek akkor fogja a bal kezét elővenni, hogyha én ezt mutatom. Tehát a bal kezedbe 2 babszemet, a jobb kezedbe 3-at. Tedd össze a 2-t, és olvasd le, hogy mennyi ez így együtt. A leolvasást, írásolvasás tanítása alapján balról szoktuk leolvasni, tehát ezt most úgy fogja leolvasni a gyerek, hogy 2 meg 3 az 5. Cseréld meg a 2 kezedet, most is olvasd le. 3 meg 2 az 5. És ha hátra teszed a jobb vagy a bal kezedet,
akkor azt tudom elmondani róla, hogy 5-ből 2 az 3. És a másik kezedet 5-ből 3 az 2. És ezt az eljátszást, ezt természetesen nem egyszer 2-vel és 3-mal, hanem első osztályban 30-szor fogjuk eljátszani más-más számpárral, úgyhogy ez a mozgás a gyerek számára az összeadás felcserélhetőségét és az összeadás-kivonás kapcsolatát fogja nagyszerűen megőrizni a fejében, annyira, hogy jól emlékszem, még második osztályos gyerekek is nem egyszer láttam, hogy mozdul a keze, hogy tenné hátra, amikor egy hiányos összeadásnak a hiányzó tagját kellett megkeresnie. Jól beépül ez a mozgássor, ez a tevékenység a gondolkodásába. Tehát ezt azért szerettem volna elmondani és megmutatni, akármennyire triviális dolog is, mert ezzel szerettem volna megmutatni azt, hogy az ilyen statikus képnek az, a leolvasása, ez analizálást jelent a gyerek számára, de ha valahogy a történetbe tudom ágyazni ugyanezt a dolgot, úgyhogy ő maga tudja eljátszani, akkor ez valóban élővé fog válni a számára. A tapasztalat kimondása nagyon nem egyszerű dolog. A kisgyerek nem lát bele a saját fejébe, nem tudja követni, hogy hogyan forog az eszekereke. Éppen ezért fontos, hogy ő próbálja meg kimondani a tapasztalatait, küzdjön meg vele, harcoljon azért, hogy jól fejezze ki, és nem baj, ha tévesen vagy pontatlanul fogalmaz kezdetben, legalább akkor mi tudjuk, hogy mihez kell kapcsolódnunk, mit kell módosítanunk, vagy milyen új feladatokat kell ahhoz hozzátennünk, hogy a tévedését vagy a téves megfogalmazását korrigálni tudja. Az elsőseim elé az asztalra tettem egy kosarat, és mellé az asztalra 3 almát. És azt mondtam, hogy gyerekek, az asztalon most 7 alma van. Mit gondoltok, találjátok ki, hogy mennyi lehet a kosaramban? Hát a gyerekek valóban találgatni kezdtek, és Zsófi volt az első, aki nagy lelkesen jelentkezett, és mondta, hogy 4. Te belenéztél a kosaramba? Kérdeztem tőle. Nem. Hát akkor honnan tudtad? Hát a fejemből, volt a válasz. Nem tudja kontrollálni, hogy hogyan is működik az agyakereke. Nagy lépést tesz meg az a gyerek, amikor kimondja a tapasztalatait, amikor meg tudja fogalmazni azt, amit észrevett, amit felismert. A másik gondolat, amit az elején ki is vetítettem, az tulajdonképpen egy általánosabb gondolat, az, hogy az út, a mód azért fontos, mert mi kisgyerekek vagy fiatal gyerekek, fiatal emberkék fejlesztésért vagyunk felelősek. Az a mód, ahogyan mi tanítunk, ahogyan együtt vagyunk a gyerekekkel, ahogyan irányítjuk, vagy segítjük, ahogy szervezzük, illetve javítjuk az ő munkájukat, ez az egész emberségüknek a fejlődéséhez, formálásához hozzájárul. Könyvének a címe ez, hogy te is szeretsz tanítani. Ebben a könyvben a következőket fogalmazza meg, a bevezető után válasz, vagy hát folytatja, hogy én nagyon, még mindig, már több mint 30 éve,
de talán nem is tanítani, inkább együtt gondolkodni, felfedezni, egymástól tanulni, közben új titkokat keresni, megtanítani, hogy szavak nélkül is érthetjük egymást, hogy segíthetünk egymásnak a hallgatással, a csenddel is. És nincs az a felmérés, amely kimutatja, hogy jól érzik-e magukat a gyerekeink az órákon. Meg tudtuk-e tanítani őket a munka örömére, az alkotás izgalmára. Meg tudtuk-e szeretetni velük azt, amit csinálni kell. Megtartják-e a gyerekek tanulási kedvüket. A kötet már elég régen íródott, nagyon jó lenne, ha megjelenhetne újból, nem csak azért a rengeteg csodálatosan szép példáért és probléma feldolgozásért, amit a könyv tartalmaz, hanem azért a szemléletért, amit ez a velem egykorú tanító írt le már 1977-ben, ha jól emlékszem a kiadás évére. Én nagyon régóta vagyok úton. Nagyon-nagyon sok tanítóval, óvónővel, tanárral és rengeteg gyerekkel tanultam ezt a gyönyörű mesterséget. És azt, hogy a gyerek hogyan gondolkodik, hogyan tanul, ha jól tanul. És egy olyan ismeret, ről szeretnék még beszámolni, amit én egy 5 éves kisfiútól tanultam meg, hogy az összefüggések milyen nagy fontosságot jelentenek már a kisgyerek számára is. Fontosabb számok közötti kapcsolatnak a felismerése, mint maguk a számok. Zotya 5 éves volt akkor, amikor az óvodában rendszeresen kijártam hozzájuk matematika foglalkozásokat nézni, illetve részben tartani. És még a foglalkozás előtt, akkor még hivatalosan volt foglalkozás, nem csak matematikából, hanem sokféle nagyon szép apró kis foglalkozást terveztek az óvodában. És a foglalkozás előtt panaszkodott, hogy anya mindig elfelezi a kenyeremet, és csak a felét adja oda. Gyorsan kézbe vettem egy papírcsíkot, véletlenül tényleg kéznél volt, és kértem a kisfiút, hogy mutasd meg, mit is mondtál, hogy elfelezi. A gyerek szépen fogta, összehajtotta, és mondta, hogy így, és csak ekkorát ad nekem. Mondom, és hogyha kinyitom, hány rész lesz belőle? A gyerekek már körülvettek bennünket többen is, és mondták többen is, hogy 2. Kinyitottuk, megnéztük, valóban 2. És ha összehajtom még egyszer, akkor hány rész lesz? Na, erre a gyerekek többsége már 3-at, 4-et mondott, tehát már megoszlott a véleményük. Természetesen elvégeztük az összehajtást, kinyitottuk, és megszámoltuk. 1, 2, 3, 4. És ha még egyszer összehajtom, és csináltam is, hogy még egyszer összehajtottam a papírcsíkot, na itt már a 8 talán el sem hangzott, erre már nem is emlékszem, 6-7-et mondtak inkább a gyerekek, megint kinyitottuk, megnéztük, megszámoltuk, 8. Azt már aztán egy kicsit félbe tettem fel azt a kérdést, hiszen hát óvodában, igaz, hogy nagy csoportosak voltak, akkor még nem vegyes csoportban dolgoztak a gyerekek. De azért mégis megkérdeztem, hogy és ha még egyszer összehajtom? Na, itt aztán már minden elhangzott, csak az igazság nem. Mondtak 10-et, 12-t, 13-at, mire Zotya nagy hangon felkiáltott, hogy 12 vagy 13, azt nem tudom, de 8 meg 8, az biztos. Én ennyit szerettem volna elmondani.